Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai kiállítás megnyitónkon. Ami az előző kiállításhoz hasonlóan egy különleges kiállítás, ilyen még a 120 éves múzeum történetében, ugyanilyen nem volt még. A Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete, direkt kértem egy meghívót, hogy el ne felejtsem pontosan a nevüket. Ennek a kiállításnak a megnyitójára gyűltünk össze, és köszönöm, hogy eljöttek. Tisztelettel köszöntöm közöttünk Szepesi Tibor polgármester urat, akinek ebből az alkalomból is itt a nagy nyilvánosság előtt gratulálunk, és köszöntjük abból az alkalomból, hogy immár 2 hete a 2023-as év polgármestere lett. Köszöntöm nagy tisztelettel Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt, Pánti Ildikó képviselő asszonyt, és valamennyi intézményvezetőt, illetve megjelentet, akik ezt a mai napot velünk töltik. És külön nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Kovács György urat, aki ennek az egyesületnek a motorja. Ő volt az ötletgazda. Ő volt az ötletgazda, főszervező, ő hívta ide a téglásokat, és főrendezője is a kiállításnak. Tehát ő nélkül ez a kiállítás nem állhatna itt. Igaz, eredetileg úgy terveztük, hogy volt egy országos téglás találkozó, és akkor arra az időpontra, de volt egy kis kommunikációs malőr köztünk, be kell vallanom, az én hibámból, és ezért most, de egy hónapig ez a kiállítás itt látható lesz. És most megkérném polgármester urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen, tisztelt alpolgármester asszony, képviselő asszony, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Amikor Gyuri megkeresett először is azzal az ötlettel, hogy Karcagon kerüljön megrendezésre a téglás találkozó, akkor nagyon boldog voltam, hiszen nem egy szokványos összejövetelt köszönhetünk így a településünkön, amikor aztán a kiállításról is beszélt, hogy majd a múzeumban a téglagyűjtemények kiállítása lesz bemutatva, és ezt a kiállítást majd nekem meg kell nyitni, akkor aztán végképp bajba voltam, mert hogy mit tudok én igazából a téglákról, ugye ez egy külön szakma, hogy azt mondjam, de azért próbáltam fölkészülni azért erre a mai megnyitóra. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyar nép méltán lehet büszke a Kárpát-medence egészéhez, vagy egy-egy tájegységéhez kötődő, sok száz éves múlttal rendelkező hagyományaira, szokásaira, kultúrájára. Ezeken a magyar lakta vidékeken számtalan érték halmozódott fel, melyek egyediek és egyedülállóan magyar különlegességek. És amikor értékekről beszélünk, akkor nyilván mindenkinek más és más jut eszébe, saját életéből kiindulva tart fontosnak, vagy még fontosabbnak különböző dolgokat, szokásokat, tárgyakat. És amikor fontosnak tartunk tárgyakat, az valahogy megragadja egész lényünket, egész lelkületünket, beszéljünk akár tárgyakról, akár szokásokról. A különbség az, hogy a szokásokat át lehet venni, meg lehet tanulni, és a mindennapi életünk során fel lehet használni. Ilyenek a népdalok, a néptáncok, a közmondások, a szólások, és még folytathatnám a sort. A tárgyakat pedig egyszerűen össze lehet gyűjteni. Ez persze lehet intézményesített formában, hiszen most is egy múzeum falai között vagyunk, de ezt lehet személyre szólóan, vagy akár kisebb csoportokban is gyűjteni. Mindkét esetben azonban a
gyűjtés hobbija magában foglalja, és most tessenek figyelni, a tárgyak felkutatását, beszerzését, rendszerezését, kategorizálását, tárolását, karbantartását, és persze bemutatását is. Lehet gyűjteni sokfélét. Sokszor néha meg is mosolygunk azon, hogy mi mindent lehet gyűjteni. Amikor készültem a megnyitóra, elgondolkoztam, hogy az én életemben volt-e olyan, hogy valaha valamit gyűjtöttem, és aztán persze megtaláltam a bélyekben, vagy a fiókomban gyerekkorom bélyeggyűjteményét, amit féltve őrzök a mai napig. Megtaláltam a szekrénybe a feleségem által elkezdett szalvéta gyűjteményt, aztán amit a gyerekekkel folytattunk tovább, és megígértem, hogy beszélek arról is, hogy ismeretségi körömben vannak olyanok, akik kávés cukrot, tűzoltó autót, vagy akár gyűszűt gyűjtenek. És talán egy pár évtized, egy 15-20 éve lett egy olyan ismerősöm is, leginkább akkor derült ki számomra, hogy van, aki téglát gyűjt. Persze először rögtön azt gondoltam, hogy na ja, építkezik. De aztán, amikor láttam azokat a téglákat, és meghallgattam azokat a történeteket, részese lettem annak a tudásnak, akár csak töredékének is, amely egy-egy ilyen tégla mögött meghúzódik, akkor már csak ámultam és bámultam. Amikor először volt szerencsém kiállítás formájában is megtekinteni ezeket a rendszerezett téglákat, és egy kicsit utána is olvastam a rajtuk megjelenő szimbólumoknak, bélyegeknek, feliratoknak, akkor állt össze egy teljes kép arról, mit is jelent elhivatott téglagyűjtőnek lenni. Mi is tehát a tégla, a gyűjtött tégla? A tégla, mindannyian tudjuk, a legrégebbi építő anyagunk, története egyidős a civilizációval, hiszen az agyag téglát már Krisztus előtt 10 000 évvel ismerték. A legjelentősebb mérföldkő a Krisztus előtti 3 000 körül az égetett tégla megjelenése volt. Az égetett tégla, mint tudjuk, ellenálló így lehetővé tette olyan tartós szerkezetek megépítését is, és ott is, ahol erre korábban nem volt mód. Ahogy Lelkész Úr is bizonyára megerősít ebben, a Bibliában például Mózes első könyvében így írják, jertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőn nekik a tégla kőgyanánt. Tehát egy olyan erős építő anyagról beszélünk, amely több mint 11 néhány ezer év óta meghatározója a civilizációnak. Ezeket a téglákat aztán, hogy eredetüket be lehessen azonosítani, ellátták bélyeggel, téglajellel, már az ókori Rómában is. Magyarországon egyébként Európában egyedülálló formagazdagságban készítették az elmúlt kb. 400 évben a bélyeges téglákat. Egyes becslések szerint a számuk meghaladja a 30 000 féle darabot. A téglabélyegek kapcsolódnak Magyarország főnemesi, nemesi társadalmához, egyházi méltóságokhoz, jeles eseményekhez, hazánk ipari forradalmához, népi szimbólumaihoz. Sehol másutt nem alkalmazzák hozzánk hasonló módon a téglabélyegeket, sehol másutt nem jelenítették meg a téglákon ennyire szerteágazóan az egyházi és a világi személyiségek neveit és történelmi eseményeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Ebből a közel 400 évből kaphatunk most ízelítőt a mai kiállítás megnyitón. Én nagyon köszönöm a kiállítóknak, a kiállító szervezőinek, igazgatórnak, munkatársainak, hogy lehetővé tették számunkra a múlt ilyen formában való megismerését is. Végezetül engedjenek meg egy személyes kitérőt és egy hozzá kapcsolódó meglepetést is, remélem az lesz. Sokszor elgondolkodtat engem is, és gondolom másokat is, egy-egy régi épület megtekintésekor, hogy mi lenne, ha a falak beszélni tudnának. Arra nem is gondolunk, hogyha a falak nem is, de a bennük levő téglák, amelyekről azok az ódonházak, egykori épületek felépültek, gyakran valóban mesélnek, agyagba égetve vallanak tulajdonosokról, készítőjükről, a helyről, a korról,
és akár hozzá kapcsolódó emlékekről is. És nem csak mesélnek, hanem személyes érintettség, hanem ha személyes érintettség is van benne, akkor lehet, hogy emlékeket, emlékek sorát hozzánk elénk. És így vagyok ezzel én magam is, hiszen az elmúlt időszakból két olyan épület vált a természet vasfoga miatt a múló idő emlékévé, amely számomra meghatározó volt. Az egyik ilyen a Ligetúti sportpálya öltözője, amelyet tudjuk, hogy 1968-ban az akkor már egyébként lebontott tüzép épület egykori tégláiból építettek. Ugye ez az új létesítmény építése miatt most elbontásra került. De valahogy nem tudom milyen belső indítatásból, én úgy éreztem, hogy ebből nekem néhány téglát haza kell vinnem, és ott kell, hogy legyen a birtokomban, az udvaron. A másik ilyen ikonikus épület az a villanymalomnak a siló épülete, amely szintén leromlott állapota miatt került lebontásra. És itt már szándékosan, mert hogy egész gyerekkorom ez alatt, mellett, ezek között, a falak között telt, szándékosan kerestem néhány téglát, és vittem haza emlékül, megőrizve azokat az emlékeket, akár csak ránézve is ezekre a téglákra, amelyek előtörnek bennem. Biztos vagyok abban, hogy másnak az udvarán is vannak olyan téglák, amire ha ránéz, és nem csak a gyűjtőknek az udvarán, amire ha ránéz, akkor valami fajta személyes emlék kapcsolódik hozzá. Most ezek között, a téglák között aztán, mikor kipakoltam, akkor találtam egy érdekes jelölésű téglát, amelyet ma szeretettel és tisztelettel szeretnék átgyűjteni az Egyesületnek. Nem tudom, hogy kinél lesz, nem tudom, hogy egyáltalán értékes-e. Egy olyan jel van rajta, amit se kiállításon, se máshol én nem láttam. Remélem, hogy így ez nem csak számomra, hanem mások számára is értéket fog majd adni. És természetesen a kiállítást örömmel megnyitom és adom át a nagy közönség számára. Keresse mindenki azokat a múlt értékeit, amelyet önmagának, vagy akár az egész családjának megtalál benne. Biztos vagyok abban, hogy lesz néhány olyan tégla, amelyhez akár személyes kötődése is van a teremben ülő sokaknak, illetve azoknak, akik meg fogják majd nézni. Úgyhogy Gyuri, fogad szeretettel ezt a téglát. Megpróbáltam a napi sajtóba csomagolni, hogy hiteles legyen a dátum. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen én is polgármester úrnak a megnyitó szavakat, és ahogy itt hallgattam, én is elkezdtem gondolkozni, hogy oké, hogy megcsináljuk ezt a téglás kiállítást, de egy kicsit gondolkoztam rajta, hogy miért is, hogy is, mi lesz. Van néhány közbirtokossági tégla, néhány évszámos, de hát mi benne az érdekesség? Azt mondom, tegnap, mikor már kész volt a kiállítás, elkezdtem böngészni, és ajánlom figyelmükbe, hogy ne csak keresztül fussanak, hanem böngészgessenek. És egész érdekes dolgokat vettem én is észre, amit ugye nem gondoltam volna, hogy egy téglán megjelenik. Tehát a leghátsó tablónál, a leghátsó sorban például megjelenik az egyik téglán egy olasz korsó, ahol kinövő ötágú életfa motívum. Ez ugye egy téglán, mit keresne ott? Hiszen egy cserépedényen, vagy egy textilen, természetes, hogy a kézművesek megvalagták. És kicsit mellette, hogy além néztem, hé, mondom, ez meg egy gránátalma motívum. És igaz, hogy torzóban maradt, mert a tégla el van törve, de ez olyan, ami nem szokványos. Tehát tulajdonképpen ez a tégla kiállítás egy csomó ötletet és kutatnivalót ad még nekünk, mert ugye ez a, be kell vallani, hogy ez a téglagyűjtés, ez nem egy nagyon régi, nem 100 éves tudomány, mert mindenki, ha téglát gyűjtött, akkor igen, építkezésre vitte. De, és régen is úgy volt, hogy a közbirtokossági téglát is, meg a többieket is beépítették az új házba, meg a, ha már végképp rossz állapotban volt, akkor a járdába. Úgyhogy ezért emiatt is érdekes lett ez a kiállítás. És akkor most átadnám a szót Kovács Györgynek, hogy egyáltalán mutassa be, hogy kiknek az anyagát lehet itt látni, meg egy kicsit az Egyesületről is beszéljen. Én is köszöntök mindenkit. Az Egyesületünk
közhasznú egyesület elméletileg a monarchia területén föllelhető bélyeges téglákat gyűjtenénk, és eleve megőrizni, meg ezeknek a történetét, származási helyét, mindenét földolgozni, és katalogizálni, megőrizni a utókornak. És itt a, ugye, hogy szó volt róla, hogy a találkozóval egy időben nem tudtuk megrendezni, de a lényeg az, hogy sikerült életre lehelni ezt a kiállítást. Itt több gyűjtőtársamnak a gyűjteménye van, egyrészt azért, mert így nem nekem kellett mindent idecibálni, úgyhogy segítettek feltölteni a kiállítást, úgyhogy itt a, hogyha erről megyünk végig, akkor itt az elején az én tégláim vannak, a karcagi birtokos, meg most előkerült egy pár, itt az iskola felújításból is többek között ilyen eklizsi, a karcagi számos tégla, ami viszonylag ritkán kerül elő. És akkor a következő kiállító társam, Bugyi Attila Szentesről, ott van hátul, ő hozott egy pár téglát. Itt vele szembe Kincses László úr Budapestről, innen-onnan, tehát ő neki egy kicsit nagyobb a szórás. A belső helyiségben szembe a nyílással Sági Csabi Szolnokról hozott téglákat. A mellette lévő tablón Szoboszlai Szabinak van Hajdú Szoboszlóról egy csomó szép téglája. A paraván túloldala az Kocó Sanyinak a kenderesi téglákról. Azzal van kikövezve. És akkor itt a ennek a merőleges sornak a nagy része az én téglám, azon vannak idomtéglák, van egy csomó győri tégla. Itt az álló téglák azok innen-onnan, mindenhonnan, mindenféle nemesek téglái, meg egyébként helyiségneves téglák vannak még ott egy pár. És a, igen, és a hátsó részen itt a helyi gyülekezet is, ugye Kovács Laci is hozott téglát, a Décsei nagyapám téglája, hogy szoktam mondani, vagy ők apám téglája, akkor Molnár Józsi kollégám a kézzel írott cserepeket szedte most elő a Hótfarkú cserép gyárba, amikor unatkozott Piroska, akkor írt rá valami szépet, úgyhogy abból sikerült neki egy jó párat összeszedni. Aztán minden dolog vonz valamit, a kupcserepek azok az enyémek, amit nagy nehezen sikerült így összeszeregetni. Aztán nagyjából ennyit, úgyhogy remélem, hogy szép anyagot össze tudtunk rakni. Szerintem jól sikerült. Polgármester úrnak megmondom, hogy a második téglát, amikor megnézze, akkor az már elég nagy baj. Így kezdődött mindenkinél. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy el tetszettek jönni. Tessenek szétnézni, szerintem szép anyag. Úgyhogy. Ja, és Pinár, még egy másik, hogy a falon van egy csomó részvény, régi téglagyárakból számlák, ilyesmik, az szintén a Szoboszlai Szabi gyűjteménye, egy nagyon szép anyag van. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, és menet közben jutott eszembe, hogy ahogy én is nézegettem, ugye a kerámiában, a fazekasság kutatásában itt az Alföldön, ugye a gömöri agyag, illetve a gömöri tűzálló edény, az egy fontos dolog volt. És ugye fazekaszsaluzsányból és poltárról hoztak ide edényeket, és hoztak magukkal mindenféle, tehát a tűzálló agyag, mert ugye az nem volt az alföldi tűzálló. És tegnap ezt ugyan néhány kutató már leírta, hogy feltételezhetően a poltáriak nem csak edényt, hanem cserepet is hoztak. És tegnap éppen a hátsó teremben ott láttam két olyan cserepet, a házcserepet, amiről megtudtam, hogy ezek poltáriak. Teljesen olyan színűek, mint a ugyanolyan vászon színre égetettek, mint a tűzálló
főzőedények. Úgyhogy ez egy bizonyíték. Ezért jó, hogyha az ember a gyűjtőkre odafigyel. Tehát ezért fontos. Így kezdődik egyébként egy múzeum alapítás, mert 100 évvel ezelőtt ugyanígy kezdték, hogy az ilyen kis apró dolgokat. Nem nagyon kellett hozzá szaktudás, mert hát tetszett, és összeszedtük. És akkor így alakult ez ki. Kicsit elnézést, hogy elkalandoztam. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm polgármester úrnak és Gyurinak is, hogy a kiállítás megnyitott részt vettek, és szeretném megköszönni. Először polgármester úrnak, és hát gratulálok még egyszer, és nagy tisztelettel az év polgármestere címmel. Azt hittem, hogy csak gratulálok. Mi egy szellemi téglát, könyvet ott adunk. És hát neked is, Gyuri. Köszönöm. Te meg egy azért mellé egy kis folyékonyat, hogy könnyebben lehessen olvasni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek még egyszer. November 18-áig lesz látogatható a kiállítás, és akkor utána a november utolsó hetében tervezünk egy népművészeti kiállítást, egy szecessziós historikus kiállítást a Kunszentmártoni Bozsik Kálmán és a Mezőtúri Badár Balázs anyagából főképpen. Ők nagy hatással voltak a múlt század elejé alföldi fazekasságra, Kántor is tanult többek között tőlük, és most ez a kiállítás éppen, most nem tudom, hogy Törökországban vagy Spanyolországban van éppen, de onnan fog idejönni. Úgyhogy remélhetőleg meg tudjuk nyitni, és akkor meg tudjuk nézni. Nézzék meg a kiállítást, köszönöm még egyszer. Tepesi Tibor polgármester úr egy téglával érkezett a téglás kiállításra. Honnan van ez a tégla? Különlegessége ennek a téglának, ahogy a megnyitóban is elmondtam, van néhány olyan épület, vagy volt néhány olyan épület Karcagon, amely viszonylag közel állt, sőt nagyon közel állt a szívemhez, és ezeknek a bontásából került hozzám néhány tégla, amelyek között találtam egy ilyen különleges feliratú téglát. Ezt ajándékoztam most oda a Téglagyűjtő Egyesületnek. Egyébként hogy tetszik a kiállítás? Ahhoz, hogy valaki tudja a tégla kiállítást értékelni, és végig tudja nézni, és tényleg egyfajta olyan szemmel lássa, milyen szemmel a téglások gyűjtik, ahhoz egy picit azért föl kell készülni, én azt gondolom, erre a kiállításra, hiszen lehet látni téglákat, lehet látni különböző cserepeket, tetőcserepeket, kupcserepeket, amelyen vannak felírások. És hogy az ember, amikor először találkozik egy ilyennel, akár egy kiállításon, akár sétálva mondjuk a főtéren, és látja egy téglába beleégetve egy jelet, akkor úgy helye közel tudja, hogy az miről is szól. De igazából itt évszázadokról beszélünk, évszázados olyan múltról, amely a történelem egy meghatározó részében készült. Különböző családnevek, gyáraknak a nevei, tehát egy-egy kor történet jelenik meg egy-egy téglán, és én azt gondolom, hogy minden tégla mögé egy hosszú-hosszú históriát lehet oda tenni. Én ajánlom mindenkinek, hogy amikor jön a kiállításra, vegye a fáradtságot, interneten ma már gyorsan meg lehet találni néhány alapvető olyan információt, amely a kiállítás értelmezéséhez és egy még színvonalasabb megértéséhez járul hozzá. Egyébként csodálatos a kiállítás, hiszen valóban a gyűjtők akár minden egyes tégláról hosszú-hosszú információt tudnak elmondani arról, hogy mikor épült, milyen korban, kinek a birtokában volt az a téglagyár, ki az, aki vetette ezt a téglát, ki kinek a leszármazottja, hiszen itt hosszú-hosszú folyamatokról beszélünk. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom a kiállítást. Látogassa, nézegessen és kutasson egy picit utána. Itt a téglások azt mondták az előbbnek, hogy ha már van két téglája, akkor az már egy fél gyűjtemény, tehát innen kezdődik a gyűjtés, lesz folytatás. Én azt gondolom, hogy mindenki, akinek olyan emléke van, amelyhez kötődik, legyen az egy tégla, legyen az egy váza, legyen az akármilyen tárgy, az neki biztos, hogy olyan emlékeket idéz, amely miatt ragaszkodik ahhoz a tárgyhoz. Ezek a téglák, amiről én beszéltem, egy-egy épületnek a meghatározó, számomra meghatározó részei voltak.
meghatározó is fog maradni mindig, amíg én emlékezem rá, de azt gondolom, hogy az én téglagyűjtő szenvedélyem ezzel talán be is fejeződött, de az, hogy ilyen kiállításokon ezeket láthassuk, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és köszönettel tartozunk ezeknek a gyűjtőknek. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Györgyel beszélgettünk arról, hogy a gyűjtőtársak közül kik tudtak eljönni, és milyen gyűjteménnyel érkeztek. Hát ezt a kiállítást többen hoztuk össze. A egyik tárlón Bugyi Attila Szentesi taktársunk állított ki anyagot, akkor a cserepeket Molnár Józsi karcagi gyűjtő szedte össze, akkor Szolnokról van itt egy srác, Sági Csabi, aki hozott téglákat, mellette Szoboszlai Szabi Hajdú Szoboszlóról, többek között a falon meg a tárlókban lévő papírok, tehát részvények meg mit tudom, az is a Szabos gyűjteményét gyarapítják. A belső oldalon ott Kocó Sanyi Kenderesről hozott téglákat, őt lehetett már látni többször is Kenderesen a vásárokban, itt ott ki szokta állítani. Akkor Pestről van egy srác, Kincses Laci hozott mindenféle téglákat, aztán a többi nagy része az meg az enyém. Úgyhogy... Meddig látható a kiállítás? Most igazgató úr mondta, hogy november 18-án, az egy hónapig lesz nyitva nagyjából, úgyhogy addig lehet bátran jönni és szétnézni. Van olyan tégla, amire most irigykedik, hogy nem a saját tulajdonában van? Hát nincs, van olyan, amit szeretnék még, de amik itt vannak nagyjából, azok megvannak nekem is. De így, hogy többen csináljuk a kiállítást, így nem nekem kellett mindet idehozni, úgyhogy ez is volt az egyik, hogy eleve az egyesület állítson ki, meg így nekem nem kellett ennyit bajlódni. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes kiállítás, amíg sokan megnézik majd, és akkor találkozunk még többször ezekkel a téglákkal. Hát remélhetőleg sokan, sokan embert érdekel. Taktársak mondták, akik most nem tudtak jönni, hogy még számtalan látogató lesz valószínűleg az egyesület részéről is. Meg hát gondolom, hogy itt majd a nyitottartás idejében azért csak látva azt a riportot is például, gondolom, hogy még sok ember sok embert érdekelni fog, remélem. Reméljük, így lesz, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Bugyi Attila Szentesre egy nagyobb gyűjteményt hozott. Önnél hogyan indult az első tégla? Lakás átalakításba kezdtünk, és akkor találtunk a falba téglákat. Akkor még nem gondoltam, hogy érdekes lehet rajta a felirat. Eltettem, később a munkám során többfele láttam hasonlókat, más feliratokat, és akkor kezdett el érdekelni, hogy ugyan kigyárthatom, miért készült, mikor készült, és így kezdődött a T-vírus nálam. És hol tart most? Szerény gyűjteményem 3000 darab körül áll. Elsősorban próbálom a környékbeli szentesi téglákat rendszerezni, beszerezni, azoknak a gyártóját, készítőjét felkutatni levéltárba, vagy régi idősebb kőműves mesterektől megszerezni, hogy ki készült, hol készült, város melyik részén. Tehát 10 darab körül tartunk már a városba, akiket sikerült föltárni, hogy kigyártatta, úgymond a nagyobb gyártókon kívül, mert a városban Szentes városában a Zsoldos, Olá, Szőke téglagyárosokat mindenki ismeri, de a kisebb téglaégetőket nem. Van most itt a gyűjteményben olyan, ami jó lenne, ha ön is szertenne? Tehát irigyel most valakit? Vannak olyan téglák, amik itt, tehát tudjuk, hogy vannak, meg láttam is a gyűjteményben. Tehát azt mondjuk, hogy előbb-utóbb mindnyájunknak lesz, csere folytán hozzá kerül, beszerezhető, de ne legyünk telhetetlenek. Tehát ami sikerül, a sikerül, és más, aki a környéken lakik, tehát más területen lakik, annak legyen ki annak a területnek a gyűjteménye. Tehát a saját részére, a saját környékének. Hát akkor most jó nézelődést kívánunk, és akkor folytassa a Szentes és környéke gyűjtését. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tudod, találkoztunk ebben. De több tégben, amit ő is mondott.
meg a családi dolgokról is mesélni tudok. Igen. Csak ezt a lábnyomosok? De olyan család, nagyon jó. Nagyon jó. Csadi. És olyan van olyan pedig, hogy egészet megkocsolja olyan szám. És az összes bolygón körülöttek legszámolatban. És a másik, hogy a